Szevasztok, gyerekek! Elindult a felvétel. Elindult az irigy felvétől. Ja. Hát, mit nem mondjak. Végre most sikerült már vlogolni. Mi? Végre sikerült? Jaj! Végre mindjárt eltudom a telefont. Szokta nem lesz telefon, mi? Ja. Hú, zavarban vagyok meg mindig, de pedig már most egyedül vagyok. Egyedül vagyok itthon. Ja. Tegnap is nem tudom, mi volt ugye nekik ez a zavarban levés. De most biztos most azt hitték megint sokan, hogy megint köszöntős támogatás videó cím lesz. Á, most, most nem, mindig a vélemre. Ja. De úgy viccen kívül tényleg nem gondoltam volna, hogy hú, jó pára fognak távogatni. És meg azt nem gondoltam volna, hogy azt hittem, hogy csak akkor távogattak. Főleg amikor ugye ittam, ugye bebaszóság. Jó, hát az annyira nem olyan távogatás volt, mert ugye olvasgattam régebben ilyen gyakorli kéréseken, meg egy-kettő ilyen oldalakon, amikor írtak rólam, hogy ugye sokan azért támogattak akkor úgymond, hát hogy szánalomból, hogy jobban, hát hogy jobb, még hogy azt higgyem, hogy na, hogy igenis jó, amit csinálok, és akkor csináljam, és akkor jön a pénz, meg minden, értitek. Ja, és akkor nyilván jól esett, hogy jött akkor is a pénz, és akkor persze, hogy folytattam, amit kellett folytatni, azt na, hogy utána meg ugye nyilván jöttek a durvább összegek, meg ilyenek. Hát igen, megesik az ilyen. De hát, nem már rég volt, és már nem is lesz. Bár most is kérdezte valaki a kommentből egyik videó alatt, hogy bocsi, még nagyon reggel van, még hát 9 óra, mert most hamarabb mentek fatalék vásárolni. Ja, mit szoktak? Az, ja. Na mindegy, most az a lényeg, hogy közben menni kéne cigizt. Gyújtom meg van. Most jó kis burn energy. Tudom, hogy írtátok, hogy biztos amiatt is van, hogy ez a savas dolog, hogy a szénszavas, mert jól tudom, hogy azt írtátok, hogy a kávé, de tudom, hogy mégis azt akartátok, hogy elejtel, csak inkább kávé, meg ugye a cigi, amit ugye cigit még nem hozok. Na még jó, hogy felhoztam a cigit. Láttatok már ilyet? Menjek a cigi. Nem tudom, mi van velem most találva. Az agyam az teljesen, ami tudom, hogy mondanátok, hogy semmi agyam nincs. De nem, az igény meg nem hozom. Viszont az energi, az egy dolog. De az igény meg nem. De hát, volt egy pár szomba így. Ja. Jártam már így. Van egy jó ötleted. Így akkor lesz fény is, akkor le tudok ülni is. Feloltam a villanyt. Ennyi. Teli a kezem, azt mondom, hogy csak jobb az ajtót. Még jó, hogy így fel be tudtam oldani. Na. Ja. De akkor lehet le is veszem a szelfiót, mert akkor ide le tudom távoztani. Most ide hoztam. Akkor ide le távoztam, mert ez a szelfi volt, nem jó. Na. Jó. Jó kis bőn. A bőn az mindig finom. Ja. Régebben mindig késsel itottam ki. De mutatta, hogy nyissam ki, és akkor nem kell mindig késsel kironni. Ja. Pedig hát régen nem kellett késsel mindig kiítottnom a rendeli dolgokat, mert ugye, amikor suliba jártam, akkor nyilván, hogy te ne, nyilván akkor kezemben nyitottam ki. Csak akkor nem tudom miért.
mostanában olyan nehezebb. Nem. Nem azt mondja, hogy csak hogy olyan bénáskodtam mindig. Azt akkor mindig mondtam, hogy te ne bénáskodj már. Hanem megmutatta, hogy hogy kell, azt akkor... Ja. Majd mindjárt igaz, mai nap jön még az egér. Ja. És akkor majd lehet, hogy ha nem is, de meglátom, hogy lehet, hogy csinálok unboxing videót. Bár igaz, hogy már ezek a unboxing videók már úgy sem olyanok már, mint régebben, mert ugye, ahogy ugye régebben, azért is voltak sokszor ugye unboxing videók, meg csomagvideók, mert tudjátok, lehetett ugye a videókkal pénzt keresni. Jó, de attól függetlenül végül is csinálhatok, mert most már, ahogy írta is az egyik néző, most már nem a pénzem forog a fejem, hogy hogy mondjam ezt, ahogy írta, nem a pénzem megy a... hát a videózás. Az egy dolog, igen, hogy jól esni néha, persze minden embernek, videósnak jól esik egy kis támogatás, és amit már amiket meg is kaptam, amit még egyszer nagyon szépen köszönöm gyerekik. Ja. Sajt, a kicsit állítottam a kamerán, a beállításon. Nagy teljesítményre állítottam be. De a beállításoknál meg nem tudom, még egy-két dolgot, hát nem tudom, az alapja jobb vagy ez? Ja, nem tudom. Látodik valami beállítás, vagy inkább tegye vissza alapra. Majd aki esetleg érzi a beállítást, az meg tudja úgy is mondani. Ja, gyerekik, bók. Ja, de úgy szedek ilyen savlekötő gyógyszert, mert ugye mamám is szed, és akkor így akkor én is szedek. Így nem kell venni. Külön. Ja, az akkor mondta is, hogy olvasta a papír. Mert hát, hogy pontosan mi az a savlakötő, mire, és akkor pont az volt benne, ami nekem ugye kell. Ja, hogy hány igen feljön, meg ilyenek. Úgyhogy az este kell szedni egy dologot. Úgyhogy, ja. Meglátjuk, hogy mennyire fog beválni. De ugye ez miért nem jutott eszembe, hogy feloltam a villanyt, azt van fény viszont. Jó, hát tegnap is ugye, amikor feloltottam a villanyt a szobában, azt úgy videóztam, nem annyira, nem tudom mi, ott a szobában, főleg nálam, ott olyan szar a fény viszont. Írta is egyik néző, hogy saltbox kéne nekem, ha jól ejtem ki. Mert ugye én mindig LED lámpát mondtam, mert nem tudtam pontosan mi a neve. Régen már tudtam, csak ugye elfelejtettem, mert már nem érdekelt annyira, úgymond. De ja, a softbox. Hát, fogalmam is, hogy mennyibe kerülhet egy nem is drága softbox, de egy ilyen alap softbox, hogy végig is legyen valami fényem, lámpám. Fogalmam sincs. De hát ahhoz ugye el kéne adni, hogy megvegyék a telefont, de még... Na mindegy, hát... Majd meglátjuk. Jó kis pocó F3-ot. Ja. Úgyhogy ennyi. Majd, ha minden igaz, lehet megpróbálok csinálni majd gameplay videót. És már megelőltetem magamat, hogy igenis csináljuk. Még Hopka Play is írt, hogy menjek már vele Fortnite-ot. Várjatok, mert... Fogjuk-e valahol? Csak én dolgozni nem szeretek Fortnite-ban, nem tudom miért. Volt már, hogy egyszer-kétszer dolgoztam, például ezóval is. És akkor
De a Fortnite-ba a dugózás nekem nagyon nehezen ment. Nekem a szólózás megy valamiért, a szóló, ami fogalmam is ismél. Lehet az éve, hogy ugye, hogy ha dúba vagyok, akkor ugye oda két emberre kell figyelni, vagy négy emberre. Ugye sokkal többen vannak ott, jó, szólóban is többen vannak, de a szólóban Fortnite-ozok ott, akkor sem nincsenek annyian, úgymond, mármint, hogy egy helyben. Jó, volt már olyan, akkor voltak hárman, és az akkor figyelni kellett mind a háromra, fel nem félne. De, ja, változó. De hogy miért nem szeretem már annyira Fortnite-ot, gondolom, már annyit játszottam vele, hogy megmondtam, hát ezért nem jó, nem szabad játszani egy játékkal mindig folyamatosan, mert meg lehet tudni. Úgy, mint ugye őrbe is láttam, amikor live-oztam mindig a Euro Truck Simulator 2 gameplayt. Ugye kormánya élvezte, hogy kormány minden, azt nesze. Már mióta nem live-ozza a Euro Truck Simulator 2-t. Ja, pedig neki milyen jó, ő megvette állítólag az összes DLC-jét a Euro Truck Simulator 2-nek. Én is nagyon szeretném, mert nekem csak 1, 2, 3 vagy mennyi DLC van megvéve. És pedig olyan jó map módok lennének benne. Nézegettem annan, hogy hú, csak vannak olyan map módok, ahol az összes DLC-t kéne megvenni. Hát az meg kibaszosok, ugye. Úgyhogy felejtős. Ja, fú, pedig akkor biztos jobban nyomnám azt a kamionost is, mert így, hogy csak ilyen alap map móddal nyomom, annyira unalmas. Ja, tudom, hogy ott van a hungári map mód is benne, meg minden, de az se még nagyon nekem nem tetszik annyira. Ja. Nekem azért tetszett nagyon régen a... Biztos már beszéltem, előmeséltem a valami TSM map mód. Aki esetleg nagyon ismeri régről. Az nagyon jó volt. Egy, nagyon hosszú fúvalok voltak. Több mint 1500 kilométert kellett vezetni. De olyan szép kinézetű tájak voltak, meg minden. Na. Nekem az nagyon tetszett. Ja, csak már van ebben az új verzióban már nincsen már TSM. TSM map volt, hogy hogy kell kiejteni. Folyik a tollam. Pedig nem vagyok már megfázva. Ja. Na mindegy, hát. Jó a helyzet. Na jó, most elszívtuk akkor. Na most mindig visszatenni a telefont. Ja. Mindig ezzel kiírni. Oh yeah. Na, hogy megállítsam a videót, mert azért nem akarnék videót vágni, csak akkor, ha ugyanakkor szoktam mondani, muszáj. Ha olyan dolog van, akkor nyilván. Hát tudom, hogy szeretnétek kinti videókat is, de hát ugye szalidők vannak. Szalidők vannak. Meg amúgy beszéltük, ugye, tegnap mondta be a másik monitoros dolgot, hogy jó lenne, ugye, ha eladnám a telefont, sikerülne. Ugye másik monitort, de az a baj, hogy ugye van a hangfal, most a hangszóró, a hangfal ugye már nem is férne el. Ugye, hogy látjátok, hogy itt van. És ugye, na. Hogy mutassam. Lehet látni. Ugye ott van a hangszóló. Jó, meg lehetne biztos valahogy oda, ugye a hangszólót akkor valahogy oda tenni le. Vagy valami, valahogy meg lehetne biztos. Mert ugye a hangszóló nélkül elfér nyilván két monitor. Ja. De hát, igen. Nem tudom, hogy
Jó is lenne, mert akkor ugye a csatolós házhoz jó lenne. Ja. Ez akkor... Csak hát igen, ez a lágudási dolog annyira szokatlan lenni nekem, mert ugye már szerintem évek, hát úgy évek óta, hogy hát igen, már 2,5 éve, hogy nem nagyon rájózgatok. Jó, biztos benne belejönnék a dologba, hogy hol rájózgatni nem az. Nyilván biztosan. Ja. És, mit akartam még kérdezni? Nem tudom, hogy valaki nem tudja-e. Mert csak akkor is idegesítő. Tudjátok, van az Auna mikrofonom, és tudjátok, amikor világít kéken az Auna mikrofonom. És ezt nem lehet valahogy mégis csak úgy kikapcsolni, hogy ne csak akkor, hogy kapcsoljam ki, amikor kikapcsolom a államat, ugye a pirossal ott alul. Mert ugye már régebben beszéltem erről, kérdeztem régebben, aki tudja már, nem emlékszik rá. Másik csatornán. És ugye mondtam is, hogy hát azzal tudom megoldani éjszaka, hogy legyen itt ilyen kék fény, éjszaka ne zavarjon alvás közben. Ugye lekapcsolom az államot. Lekapcsolom. Mármint itt pirossal a gépen. Ja. És akkor annyi. De amikor így videózok is, amikor tegnap is videóztam, csak zavart, hogy ott világítom, úgy pofámban, meg szerintem nektek is zavart, csak ugye nem írtátok, de gondolom, csak zavaró. Hát hogy lehet? Mert azt olvasgattam régebben, hogy biózva kell belépni, meg mit tudom én, hogy ott hol, de hát nem tudom, hogy fogalmas is, hogy lehetne ezt a aurát LED fényét kikapcsolni, hogy teljesen megzavar, tényleg. Lehet jobb lett volna, mert amikor nézegettem az Auna mikrofonokat, akkor láttam, hogy lehetett venni LED fényes nélkülit is állítólag, ha jól láttam akkor. És akkor lehetett volna LED fény nélkül is. Ja, azt hiszem. De én nem inkább azt rendeltem. Jobb lett volna. Biztos, aki nagyon zseni okos, azt biztos már megoldotta, akiknek már Auna van, nem tudom, fogalmas is, de nem tudom, aki tényleg nagyon tudná besegíteni, hogy lehetne. Ja, mert nagyon zavaró tényleg. És nagyon hálás lennék. Ja, akkor jobban tudnák akkor így videózni is, mert csak szóval, hogy belevilágít a pofámba. Na mindegy, hát Eva a gyerekik, hát nem tudom, hogy mivel lehetne ezt. Tényleg ott a BIOS-ba kéne valamit állítgatni. Tehát, hogy ott is belül mit kéne keresni. Ilyesmit olvastagattam, de hát most én a BIOS-ba nem akarok belegyúkálni, mert az egy dolog, hogy most reformálni, meg felrakni a programokat, ugye meg tudom csinálni, már régóta, évek óta, ugye. Ahhoz értek, meg minden, de most, hogy így ilyeneket, hogy most BIOS-ba belenyúlni, hát nekem mindig olyan volt, hogy mindig bátyámnak szóltam, hogy segítsen, ha valami van olyan, amit nem merek inkább hozzá nyúlni, az akkor mindig ő nézte meg nekem a BIOS-t. Ja. Úgyhogy felejtős, hogy így én egyedül valahogy abba belemegyek, azt ki tudja, hova kattintgatok, azt mit csinálok. Hát nem tudom, hogy esetleg BIOS kívül van-e megoldás, hogy kikapcsolni ezt a ledes mikrofont. Fogalmam sincs. Ja, na mindegy, hát ha valaki mégis tudna ebből segíteni, mert ez tényleg nagyon fontos lenne nekem. Tudjátok, amikor így világít? De gondolom nem kell mutatni. Hát aki már tudja ezt, ahol a mikrofont, azt tudja. Tudjátok, hogy itt világít által. Ez a... Jelet fény, ez a kék szar. Dédodobádobá. Kapcsolják villanyt itt is a szobába.
mennyivel jobb vinni. Ja. De gondolom, hogy a softbox nem lehet olyan nagy drága, nem? Csak nem olyan nagy drágák, akik a softboxok. Egy alap, nekem nem is kell olyan, hogy mit tudom, egy kis softbox, mit tudom, és akkor oda feltenni. Valahol, nem tudom, hova kéne, lehetne. Oda fellakni, az akkor adja neki. Ja. Valahogy biztos meg lehet oda tenni, ja, hogy de elsőleg sikerüljön eladni, az akkor a telefon utána inkább tervezgetni, nem előtte. Előtte felesleges tervezgetni, meg ne ízelődni, hogy mennyi. Jó, attól függetlenül lehet ne ízelődni bármit. Ha nem. Fú, mennyivel jobb az ét, úgy felótottam, jobban láttok, mi? Legalább én most jobban meg tudjátok mondani, jó ez a beállítás, kamerát beállítottam, vagy nem, vagy az alap jobb. Nem mondom, most bármit beállítottam, de nem tudom, mennyire látszódik, hogy jó-e vagy nem, vagy van-e változás, vagy nincs. Úgyhogy egy, már 21 percre vagy a videó. Hát igen, jó, eltelt az idő. Wow. Ja. Telik az idő ahhoz képest, hogy beszélgetek össze-vissza. Na most annyira téma nincsen, úgymond olyan sok nagy téma, inkább úgy mondom, csak amit gyorsan gondolok a fejemből, azokat mondom. Tudom már, mit akartam még tenni, de pont ez jutott eszembe. Vagyis éjszaka, amikor felkeltem hogyozni, és akkor... ja, néha így jönnek elő a dolgok, hogy... hogy de baj, ezt a videóval elmondom. Csak legyen eszembe. Például van az a nagy videós, hát mennyire nagy, nem tudom. Hát közepes. Tudjátok, van az a GMI Fortnite-os, GMI Gaming. De nem értem őt. Jó, biztos azért, mert hogy live-ozik, stream-el, és hogy jobb legyen a minőség, meg minden, de ugye ő is vett, és hát ő is, hogy most még mondom ezt így, hogy ő is, hát én nem vettem gépet, ugye vett egy kurva jó gépet, meg minden gépet, videókártya is, mit tudom én már milyen. Azt volt már, hogy láttam, hogy vagy Bédiumon nyomta a streamet, a Fortnite-ot, vagy Rovon. Vagy az a van, az a plebrofo, vagy kell kiejteni azt a módot. Az egy dolog, hogy igen, úgy jobban adja a Fortnite, hogy be van állítva, kapcsolva a beállításoknál az a valami, mit tudom én, milyen lovizé az a plemi, tudom én, nem. Most nem tudom kiejteni. Aki Fortnite-os, gondolja, hogy mire gondolok. De én nem értem, hogy... ha jó videokártyája van, jó minden kép alapra, meg processzor, meg minden is, mégis úgymond, hát hogy nem azt mondom, hogy most gagyi minőségben csinálja, csak hogy mégis a full grafikán nyomja a lájot. Jó, minden, sokan nem azt szeretik, hogy most jaj, szép grafika legyen, hanem ahogy játszik, meg streamer, a tartalmakat szeretik, ugye. De szerintem akkor is az is lényeg, hogy milyen a grafika már, mint hogy a streamnek a játéka, a grafika, amit nyom. Szerintem azért az is számít. Legalábbis nekem nem tudom, miért nekem számít. Ja, én azért nyomom mindig full grafikán, amikor ha a fajtátot láttátok full grafikán, ugye mutattam is, hogy full grafikában bárhogy minden. Cségó is, vagy cségettő is. Jó, még azt nem láttátok, de hiába ugye a cségettőnek, és ugye 60 FPS-e van, ugye már ugye néztem. Pedig régen a Cségó, nem tudom, ezt mondtam be, a Cségó ugye 300 FPS is volt. Ja, 300 FPS. Meg azt nem lehet beállítani a Cségettől, nem tudom miért nem. Azt hallottam állítólag, mert hogy ugye még beta verzió, és azért. De hát másoknál lehet, érdekes. Másoknál láttam például a Kodiáknál. Ugye szoktam nézni a Kodiákot, mostanában mióta a Cségettőzök megint. Hogy ugye van a monitor beállítás, hogy Full HD teljes képernyő volt, tudjátok, a kötség kettőzik, úgy is tudja nyilván, aki nem, de aki, akkor úgy gondolom, aki játszik. Ugye amikor beszoktuk állítani a monitort, hogy a játékban, hogy
milyen felbontás legyen, Full HD, vagy 1680, stb. Stb. És akkor van az, hogy teljes képernyő mód, teljes képernyőbe, ugye, C2-re például. Egyszerűbb lenne mutatni, nem? Belépek, bekapcsolom. Hát így, hogy mutassam majd. Jó, lássátok, hogy milyen hamar bekapcsol a gép, vagy nem. Titit. Menjél le, hamar bekapcsol. Hát, szerintem. Kiki, az a nevem. Kiki. Kiki. Kiku. Kiku. Itt a J2-tel. Belépek a Steam-be. Van egy pár fiókom, három. Jó van ez. J2-tel. És akkor így eltelőbb lesz, hogy mutatom. Látszódni. Nem tudom, mennyire fog látszódni. A telefej. Zavaró. Kapcsolj be. Leveszem én ezt a selfie utolsó, most nem kell. Na. Akkor így mutatom. Válítása. Lehet látni. Na, remélem lehet látni, próbálom úgy mutatni. Látjátok? Teljes képernyős ablak. Én most ebben jártok, hogy ablak módba, mert hiába beállítom teljes képernyő, ez bírja a legmagasabb. Pedig Full HD is monitorom van, ugye, 60 Hz-es. Lehet látni. És azt nem értem, hogy miért van ez, hogy nem engedi, nem viszi Full HD-ba, amikor teljes képernyő be van. Csak akkor engedi, amit akarok mondani, kiállítja végre, amikor ablak módba teszem, és akkor engedi Full HD-ba, látjátok? Akkor engedi. És itt van, mondom, full grafikám a beállítva teljesen minden, ez is. Ja. Hogy remélem látszódik. Nem értem, hogy miért nem lehet. Ja. Na mindegy. És hát nem értem én se. És így játszok, ablak módban szoktam játszani. Ja. Ablak mód, ablak mód, ablak papok mód. Na, menjünk még egy cigit, az... Tehát egy. Te jó kedvem van most. Tehát kicsit ilyen kedvetlen nem volt. Amúgy nem volt annyira. Nagyon jó kedvem. Biztos látszódott a videóban. Pedig hát... Még táboltás is jött, meg minden is, mégis valahogy... Ja, lehet, hogy láttátok is, láttam mi, azért kérdeztétek, hogy hogy vagyok. Ja. De most ja. Most látom, érzem én is magam, hogy most jó. Hát lehet, hogy az idő miatt tegnap, amilyen szar idő volt, esős. No, mit akartam még? Jupány! Izé is nem tudja, nem tudom mikor. Ne! Na. Állj meg! Izé is nem tudom mikor lesz gyerekik itt normális hol. Mert mindig csak ilyen hószáringózás van. Semmi normális hol nincsen. Sose. Tavaly is alig volt valami.
Régen volt a jó tényleg. Amikor videóztam az elején, akkor tudjátok. Akkor voltak a holdapártolástól videók, mi? Azok jók voltak. Ja, azok jók voltak. Hát szerettem attól függetlenül olyan jó látvány, hogy milyen szép tájak, meg minden. Hogy esik a hó, jó kinéz minden. Fák, falevél, tudjátok, falevél ott. A tojánál. Falevél. Nem látszódik jó benne a fejem. Úgyhogy... Hát itt már hó, szerintem itt már sose nem lesz. Állítólag Pesten nagy hók vannak, azt hallottam, de hát ide nem igen lémám. Pedig azt mondják, hogy ha Pesten esik az eső, vagy valami vihar van, akkor általában ide is ér. Területembe. Általában is volt mámukor tényleg. De nem, ide nem. Ide nem jött a hó. Ja. Pedig nem lenne jó, mert ugye havatok én akkor a pátulni. De hát, ja. Na mindegy, ez van, már úgyis amúgy is felnőtt vagyok, nem akarok én havazni, meg mit tudom, amely hógolyóz, csak hát csak érdekes, amikor suliba jártam, ugye, akkor meg annyi hó volt mindig, ezt mondom, amikor suliba jártam, sokszor azért lógtam a suliból, mert már untam már, hogy mindig csúszok, vagy hógolyóztak, meg mit tudom én, ja, ez már inkább hányszor volt, hogy elestem, meg elcsúsztam. Na jó, mondom, inkább lógok a suliból, ja. De azért voltak, hogy egyszer, hogy is volt, egy év kihagyásom volt, vagy mi volt, mert hogy a tíz tevételmeztől lemondom. A kerti munka is. Jó kis tíz tevény. Hogy egy év kihagyás, mert hogy annyit lógtam, hiányzásom volt. Ja, de akkor legalább tudtam mászkálni a utcán, városba. Mindenhol, buszon, vidéki buszon, fú, azok jók voltak, akkor, mert akkor úgymond nem voltak rajongók, nem volt az, hogy féljek úgymond, hogy most, ha mégis valaki ugye meg akar venni. Jó, hát, ilyen már, nem igen, de na, akkor jó volt. Akkor tudtam jönni, menni. Nem volt izgulás, hogy ús, lesz rajogó, jaj, lesz rajogó, nem. Hiába tudtam, hogy nem bántanak a rajogó, mert minden, de mégis valahogy én félek valami, nem tudom mi, bennem van az. Akkor mindig szoktam ugye menni a munkahelyébe, ott is mindig izgulok, mert hogy jaj, nehogy legyen rajogó. Körülök sípol a mosógép, ha valaki hallaná, az sípol. Ja, készült az így mosógép. Úgyhogy, hát, de attól függetlenül jók voltak a légis dolgok, mert még ha sokat lógtam is, de jók voltak, szerettem. Pedig hát ugye mindig ellopták a béletemet, ugye ezt már meséltem régebben, régi csatornámokon, videókon. Ja, állom mindig ellopták a béletemet, a dísznövény tervesztős. Suliba, ja, Széchenyibe, már azonban már ott is bántottak. Ja, hát hány szó volt, hogy ellopták az új diákigatolvány, úgy izé, ugye volt olyan, hogy a diákomat is azt hiszem, vagy már valami ilyesmi volt, már nem tudom. De érdekes mondom, a telefont meg nem lopták el, hogy benne volt a táskában, csak a beéletet, mert ugye azzal hazamenni. De hálásodnak volt ekkor, tudom, munkor nem tudtam mondom hazamenni, hogy menjek haza. Mindjárt, hogy fatelék akkor idegesek voltak, nagyon rám, nem jöttek értem. Azt akkor hálásodnak tudtam kérni valakitől kölcsönpénzt. Nem is tudom mennyit kellett, 100 forintot, helyi 100 forintot. Ja. Úgyhogy. Hát jó is volt, meg nem is. Ja, jó emlékek, meg rossz emlékek, de... De inkább jó.
Főleg ami volt rossz átlásom a csajjal. Hát jó volt, főleg amikor itt volt. Jó emlékek voltak itt is. Meg ott is. Ja. Tikbó. Na mindegy, hát majd egyszer nálam is lesz ilyen, hogy na mindegy, már nem akkor oké, most mindig itt mondani, de hogy milyen jó lenne már valami nő. Ja. Amikor tegnap is láttam, néztem Ádámok, hogy milyen jó el voltak Szabinával, hát nekem is ez hiányzik, hogy valakivel lenni is, ellenni is, stb. Amikor írtam a Hardan Bobby-nak a csetbe, hogy más is csak gondom, mi? Jó, nevette is. Ja. Hát, ja, nekem is ez hiányzik, hogy ellenni tényleg valakivel is. Elélni. Na, élni, ellenni is, élni is. Ja, de hát igen, ahhoz tenni kéne, ja. Csak hát nálam az ismerkedés, ez nem megy. Felejtős, mert én csak azokat tudom kérdezni, hogy hagyományos dolgokat. Én nem, nekem nincsen az a baj nagy dumám, mint másoknak, akiknek van. Pedig hát lehetne nekem is, csak hát valahogy nekem nem. Nem tudom. Pedig mondom, tényleg volt már olyan, hogy két rám írtak egy-két csaj. Kérdezte, hogy szia, hogy vagy, meg hasonló dolgok voltak már, hogy rám írtak. Meg ők is írták, a csajok is írták, hogy büszke rám, hogy nem iszok, meg stb. De én egyszerűen nem tudom, miket kérdezni, mert nem tudom. Nekem ez nem megy, az a csajozás, pedig hát. Ja, kéne. Na mindegy, hát ez van, gyerekek. Olyan is volt, hogy titkokon, még a másik titkok profilomon, kiejtem már normálisan, hogy ott bekövetett egy csaj, rámi, mert minden, kérdezte a Facebook profilomat, még el is kérte a Facebook profilomat, nem, hanem ez tényleg akar valamit tőlem. És akkor még el is mondta, hogy nincsen barátja vagy pasija, mert elváltak, mert ugye gyereke van, lánya, neveli meg, stb. Így ezeket így elmondtam, mondom, nekem, amikor úgymond nem is ismer, csak mint videósként, titkokon. Az így elmondta ezeket a dolgokat, mondom, néztem is. Lehet, hogy tényleg lenne egy-kettő olyan nő, aki akarna velem, csak hát igen. Csak ha én nem nagyon próbálgatok, ugye úgymond beszélgetni, mert hogy félek, akkor ők meg, hogy próbáljanak megint. Vagy ne értitek, amit akarok mondani. Azért mondom, biztos pedig lenne, mert azért ez nincs olyan, hogy most nem azt mondom, hogy most nem azt, hogy most hú, mit olyan csúnya lennék, csak hát igen. Mert ugye vannak kövéreknek is úgymond nőjük, csak hát igen. Na mindegy, hát. Ennyi. Hát én kibeszéltem magamat ahhoz képest, pedig annyira nem akartam videózni, vlogolni, mert annyira témám nem volt. De mégis. Csak lett. Nem tudom, én azért nem szeretek előre gondolkozni sokszor. Mindig a végén jutnak a dolgok, a videózás közben jutnak a témák eszembe. Értitek? Ja, mert mióta vagy a... Nem látom. Már 40 perc mindjárt. Ja. Téróvá? Nem, néha van, hogy nem mindig hiába szemüveg, de néha így a telefonnál, akkor is meg kell így nézni. Például azt nem tudom, mondtam már, hogy például hány százalék óra a telefon, ugye? És ugye azt is úgy szoktam általában nézni, hogy így.
megnézem, egy kicsit feltudom. Mert nem tudom, így szemüvel akkor se látom a kis betűt, nagyon mini, picike betűt. Ja. A normál betűket igen, de a nagyon picike betűket nem. Bár jó, az orvos azért is mondta nekem, a szemüveges orvos, ahol voltunk a személyzetem. Nem a, aki ajánlotta azt a szemüveget, hanem a orvos, amikor voltunk szemvizsgálaton, ugye. Akkor azt mondta, hogy ő nem ugye ajánlja ezt a szemüveget, mert ugye nálam változhat a szem, nem is hogy mondta, nem a szemnyomás, hanem hogy a szem golyó, vagy mi, ami van itt a... Hát ami van a betegség, ugye már ugye múltkor mondtam ezt, csak nem tudom már kiejteni ezt se. És ugye ő nem ajánlotta, hanem ugye a kontaktlencsét, tehát az, azzal meg sok a baj. Mármint úgy a baj, hogy az mindig tiszt, ki kell venni, meg tisztítani, meg mit tudom én. Még a szemüveg, jó szemüveget is kell tisztítani, meg mit tudom én, de az akkor sem annyira paprás, mint a kontaktlencse. Ja. Azt gondolom lehet, hogy azért se ajánlotta akkor a szemorvos, főorvos, hogy nálam változhat a szemem. Mert úgy mondta, hogy egy hét alatt is változhat, és akkor nem lenne értelme szemüvegnek. Hát, nem tudom. Eddig attól függetlenül jó vele nézni például a fémet, a tévét, a monitort, mindent jó. Attól függetlenül. Ja, no, most már elköszönök. És még mindig amúgy függőben van a 5000 font PayPal-on. Délelőtt lesz majd egy napja. Hát nem tudom miért. Én nem értem ezt a PayPal-t, miért teszi függőbe 5000 forintot. Manapság pedig amúgy most nem azért, de 5000 forint hamar el lehet ugye költeni. 5000 forintból már nem sok mindent lehet venni. Ugye motel is beszéltük ezt pont reggel, hogy ő is mondta, hogy hát pedig hát 5000 forint úgymond hamar el lehet költeni, meg hát nem él már 5000 forint úgymond sok mindenre. Ugye motel is mondta, beszéltük ezt. És a PayPal mégis függőbe teszi, nem olyan, hogy most kapnék 1 milliót, vagy 10 milliárdot, értitek? Úgymond 5000 forintot kaptam, és függőbe lakja, átvizsgálás alatt van, értitek ezt? Miért kell átvizsgálni 5000 forintot, amikor azt hiszi a PayPal, hogy loptam a pénzt, vagy mi? Én nem értem ezt a PayPal-t. PayPal-t. Na, 5000 forintot is sajnálja törjem a PayPal, vagy nem tudom, hát. Én nem értem. Na mindegy, hát. Biztos megszakapom, megkapom a pénzt, hát. Mert hát. Meg kell. Hát, mert ugye utána kiváltanám, és akkor, ha még mai nap, ha még a mai nap, ugye, ha PayPal engedné, akkor még mai nap ki tudnám váltani mutának a számlájára, és holnap már meg is érkezne. Ja. Ugye, már mondtam is utána napi videóban, még ezt elmondom megint, hogy aki még nem hallotta, de hogy még hál' Istennek ugye mután megadta a számláját, és akkor a PayPal-hoz hozzáadtam, és akkor így ki tudom váltani a pénzt is. Így akkor jobban tudok venni, ha valamit azt szeretnék, ugye, gyűjteni, vagy valami. Még ezt volt el, meg tudtam beszélni, hogy akkor jó, van, ezt még megadja, és akkor, ja, de az ilyen kártyaszámokat, hogy az ilyen izéket nem adja meg a PayPal-nak semminek. Mondta is, hogy ő nem, hát azon van a fő pénzük, meg minden, közös pénz, minden, nyugdíj, minden, mondta ő nem. Úgyhogy, ja, tudom, mondanátok biztos, hogy a levúlt kártya, de ugye én már mondtam ezt a levúlt kártyás dolgot, hogy én félek, nem tudom miért. Nem meleg, hogy legyen levúlt kártyám, mert ki tudja, hogy olyanokat olvaskattam most is nemrég, hát úgy nemrég, hogy jó pár hete, inkább úgy mondom. Olyanokat olvasgattam, hogy valaki azt írta, hogy
Mély nyúlnak bele a számlámhoz, ezt írta a véleménybe a Playáróázon a Revolutnál, hogy mély nyúlnak bele a Revolut számlámhoz. Mondom, what? Még bele is nyúlnak a számlájához? Gondolom biztos úgy értette, hogy valami pénz levonás volt, vagy nem tudom, vagy elvettek tőle valami pénz, vagy nem tudom. Gondolom csak így értette, mert ennyit írt, hogy mély nyúlnak bele a számlámhoz. Na, ezért tartok, hogy oktalanul hogy belemehetnek, vagy jó, tudom, az OTP-sek is ugyanúgy belemehetnek, mert azok is, ha olyan, de hát, na, mert ugyan nyilván az OTP-sek is tudják a kártyázatokat, mindent, mert ők csinálják. Ja, de, na, valahogy én nem tudom. Na, mindegy, ez van. Pedig tényleg hányszor volt, hogy gondolkozok ezen Revolutot csinálni, de valahogy nem merek akkor sem. És hiába van az, hogy most Patuskának ugye van Revolut kártya, de most úgymond olyan ismerőstől kéne megkérdezni, pont beszéltük, aki tényleg ismerős, mert most mindenki hazudhat. Patuska is hazudhat, hogy hát ez jó, de Revolut kártya, mert ugye azt mondta Patuska, hogy hát ez jó, de a Revolut kártya jogottan használ. Olyan, mintha előteti, hogy használjam, hogy én is szívjam meg vele, ugye, mert úgy, hogy Patuska ugye már megszívta le, lehet vele, most csak így tippelgetek. Úgy Muta is ugye ezt mondta, hogy ő nem bízi Patuskába, mert nem, na mindegy. Úgyhogy, ja, főleg, hogy na mindegy, értetek, olyan ismerős kéne, ismerősünk, akinek van levőt, és aki tényleg igazat mondna, de olyan nincs, úgyse. Aki azt mondaná valóban, hogy igen, bízható, megbízható a Revolut kártya. Érdemes. De nem. Na mindegy. Nem akarom én ezzel itt izélni az időt. Addig kell már 47-ben, nem megyem minden jó. Story mode. Nem baj, legalább lehet mint nézni hétvége előtt. Oszja. Na mindegy. Na jó van. El kéne már köszönni. Azt, ja. Jók vagyátok? Mit akartam? Szerintem most már mindent elmondtam, amit akartam. Ha mégis valami kimaradt, de nem hiszem, hát 47 perces videó már elég, hát jó vagyok. Na most legalább látszódik, hogy akkor is jó kedvem van, nem úgy mit tennem meg. Na jó van. Hoppá, jó, van egy kis büfi, még belefér halka. No. Ha tetszett a videó, ezt elmondom, úgy, mint Árdából is volt a tegnap, hogy a YouTube slogan, ugye ezt el kell mondani. Ha tetszett a videó, lájkod, iratkozz fel, oszd meg, kommentelj, és... Hát én most azt nem mondhatom, hogy legyél csatornatag, mert ugye a Demomi azt is mondta, hogy legyél csatornatag, de nyilván én nálam nincsen ilyen. Ja. De úgy azt vettem észre, hogy igen, hogy mostanában sok a betekintések, hogy ez hogy lehet. Ezt mégis láttam itt valaki, valami néző, rajongó, vagy rosszakalótról, nem tudom mik volt, nem mindegy. Hogy na mi van, miért nem nézik a tartalmaimat, a videóimat, így írta. És akkor írtam is neki, hát pedig nézik öcsi, mert írnak is, meg kommentelnek is, stb. Szóval nem tudom miért. Pedig hát már lassan majd annyi nézettségem van megtekintés egy videónál, mint Hörbinek. Valamelyik nap néztem meg Hörbinek mennyi megtekintése van, és neki se sok. Neki is ilyen 2-3 ezer, 4 ezer, nagyon max, ha 7-8 ezer van. Ja, hát... lepillent a nézettsége. Van ilyen. Titurubá. Pedig hát...
Többi a többi, tehát. No. Nem tudok elköszönni. Most olyan jól esik beszélgetni. És gondoljátok bele, ha ezt lájvoznám. Akkor meg mi a... Vagy írta is valaki, hogy miért nem lájvoznék, streamelnék gameplay videókat, ahogy ezt már mondtam. És akkor mondta is, hogy lehet, hogy akkor még több támogatás is jönne közben. Így írta is. Hát, jó, hát nem lenne rossz ötlet, mert minden csak hát... Hú. Na mindegy, majd meglátjuk egyszer. Hát ha egyszer mégis lesz kedvem, lesz olyan, hogy... Ahogy Patuska is mondta, hogy hát, ha majd... Ahogy neki is olyan, hogy olyan lett a videózás, amikor kedve van. Bár ő tényleg nagyon ritkán videózik. Pedig hát ő tulajdonképpen keresi base videókkal, mert ugye van kártyája, meg minden. Meg Revolut kártyája is van. Ami állítólag azt mondta, hogy szuper. Tehát én nem hiszek neki, nem mindig. Nem az, hogy most nem vagyunk, nem, ha valaki érez, még ennyire rosszban vagytok. Nem, csak tényleg ezt elmondom, mert én... Butkó mit lakott ki, Patuska? Butkó olyat lakott ki, Patuska. Közben akkor mindjárt megyek cigizni. Kocsak nem köszönök még én. Tényleg ezt akartam már Butkó elmondani. Olyan dolgot lakott ki, Patuska, a történetében Facebookon. Néztem is, hogy na, ezért nem írtam neki Burkó vissza sokáig. Amúgy nem is az én, mert hogy beteg voltam. Csak ezt nem mertem mondani nektek. Mert olyan dolgot lakott ki, Patuska. Nem baj, ha elmondjátok neki, hogy jaj, Molnár Krisztián téged szít. Vagyis nem az, hogy szít, csak hogy nyugodtan. Meg is mondtam neki, ahogy hangvizetlen Burkó, írtam neki. Hát, hogy azt rakta ki, hogy voltak valami boltba, nem tudom, valami áruházba, és akkor rám, gondolt rám, mert úgy gondolt rám, hogy olyan dolgot rakott, mutatott, ilyen, hát tudjátok, hogy kicsi a bigám, és akkor gondolt rám, hogy mutatja, hogy itt van, tessék, itt egy kicsi bigai kotongumi. Ezt kirakta történetbe. És meg is jelölt, hogy tessék volna, Krisztián, gondoltam rád, kicsi biga, koton gumi. Most megláttam. Mondom, király. És láttam, hogy ő sem. Akkor írtam neki, vagyis küldtem neki hangüzenetet, hogy amúgy haragszok rád, mert hogy ilyet úgymond ki mehet lakni. Tudom, hogy Patuska ilyen, hogy ő szeret mindenkivel úgymond színni, mármint mindenkivel szeret úgymond szórakozni, vagy hogy mondjam ezt, szekálni, vagy hogy mondjam ezt, ja. De hát azért. Az egy dolog, hogy tényleg kicsi a vigán, meg mit tudom én. De azért akkor is van mindennek határa, szerintem. Én legalábbis így gondolom. De hát ha tévedek, akkor bocsánat. Jó, hát lehet viccelődni, nem az, én most nem azt mondom, hogy nem lehet viccelődni, csak hát... Na. De olyan Botka is azért léptem ki, hogy ilyen, volt ilyen Messenger csoportos videósok, de ilyen videósok csoport, Messenger, Patuska hívott meg. Ott volt ugye Turbo, stb. De én kiléptem, mert Botka, nem tudom, aztán Patuska, vagy nem tudom, kiküldött egy olyan videót, hogy nagyon pici bigája volt, azt verte meg minden, azt fél perc alatt ugye elment. Azért mondom, hogy nem tudom, miért jó ez még mindig, hogy másokat úgymond. A Patuska is egy troll néha, úgy érzem pedig. Ja. Na mindegy, ez van. E van gyerekik, bók! Na most el nem tudom mit tenni. Ja.
Na, 50 perc megy a videó. Hát igen. Majdnem egy órás videó. Jó, volt már régebben egy órás videó. Még nagyon régebben. De, ja. Na mindegy, legalább most van mit nézni. Aki szereti tényleg nézni a videóimat is. Hú, nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz a mai nap ez a videó. Na, jó. Pedig el kéne lassan köszönni, mert ezt már elmondtam. Már negyed órája mondom nagyjából, hogy el kéne köszönni. Most már tényleg vlog videóban nem jövök a héten. Most már az kibeszéltem, amit akartam. Most már gameplay videókat kéne csinálni, mert most már kéne valami mást is alkotni. Mást is jellegűt, ahogy írtátok, hogy lehetne GTA 6-ról is ugye playet, ugye reakció, ja lehetne ilyen reakció videókat is csinálni. Csak lehet, hogy régebben azért csinálgattam jobban, amit már mondtam. Ugye, mert régebben azért tudtam pénzt keresni a videókkal is. Akkor úgy jobban hajtottam rá a dolgokra, nézitek, a videózásra, akkor jobban hajtottam rá. Ja. Ja. Na jó van. Hú, ki tudja, a kabosom kell már miket hakrat fel, ahonnan. De nem is nézem már mióta tényleg. Nem is érdekel. Nem idegesítem magamat. Se a Trestit is nem nézem már. Azt is már pff, már régóta nem. Attól még a nevét mondhatom az oldalnak, attól még nem izének. Abból sem tudnak mit csinálni, mert már... Ja, na mindegy, hát... Most, hogy kimondtam a nevét az oldalnak, most attól nem lesz csak baj, hát... Csak, hogy kimondtam az oldalnak, legalább lekarábozom. Ja, őket sem nézem, a kabosemkel sem nézem, miket csinálhat, rakhat fel. Már régóta nem, úgyhogy nem is akarom, mert... Elég, hogyha mégis van egy-kettő úgymond trollos akaró nálam, akkor azt, ha úgymond akkor olyan, akkor kitudítom, ha meg nem, akkor nem. De látjátok, nem sok mindenkit szoktam kitudítani. Mert hogy normálisan fogalmazom, hogy amit már mondtam, akkor nyilván. Na jó van. Legyen szép napotok, hétvégétek, és akkor majd találkozunk a következő videóba. Ami már legközelebb, igen, csak gameplay videó kéne. Gameplay videó a game melegéről. De majd meglátom, hogy lesz a unbox videó a game melegéről. Csak ugye én már nem szeretem csinálni, mert tudjátok, nálam a csomag videók, ugye, hogy mondjam, mindig kiíródok velem, azon nem változtam, az a baj. Nálam a csomagbontás videó kinyitás, az még mindig olyan béna vagyok benne tényleg. Szóval szerint béna, ügyetlen. Az tényleg nem megjászás volt, mert sokszor tényleg béna vagyok benne. Ezt elárulom, hogy abban béna vagyok. Ja, nem tudom jól kinyitni, olyan bénán tudom kinyitni a csomagokat. Mindig fatel szoktam ugye megkérni, hogy nyissa ki. Főleg azért szoktam ugye, hogyha mégis vissza kell küldeni, ha nem jó van ami, akkor nyilván szépen legyen kimondva. Azért nem nagyon szokott már lenni ilyen unbox videók is, mert hogy mindig legtöbbször megkérem, vagy tehát inkább ő is aki. És akkor ugye szépen legyen már kinyitva, hogyha mégis vissza kell vinni a csomagot. No! Szóval értitek. No! Jó. Most már tényleg elköszönöm. Hú! Majd egy órája megy a videó. Egy órás vlog videó. Úristen, gyerekek. Egy órás vlog. Atya, gatya. Hát ezt ki fogja megnézni? Hát ezt valaki megnézni. Le a kalappal. Ajaj. Yeah.
Köszi gyerekek, hogy mondta, ha valaki írta volna, hogy Egi. Ja, pedig nem, csak egyszer voltam kint reggel, azt. Ja. És most van meg kereken egy órája a videó. Úristen, egy órás. Egy órás videó. Tehát így félkézzel nagyon rossz. Jó órás videó. Ezt mire feltölti a YouTube. De nem ennyire látszódik, hogy van kedvem videózni, mert most tényleg. A jó kedv megvan. Na. Na. Hogy kéne? Eztet már. Ti-ti-ti-ti-ti. Hát ez tényleg valaki megnézi, hogy gyerekik le a kalappal. Na, megtöltem a kedemet is, mert abba is hapsztisztam. Na, jó van, akkor meg lett egy óra kereken videós. Rekord, ez nagyon rekord videó. Egy órás vlog videó. Na, sziasztok, tényleg. Csak kell mindenkinek. Bubá! Bufla kezele is, csak kell gyerekeik, majd mi lehet buflával. Ő is jó eltűnt, hogy a titkokról. Gondolom lehet, hogy ő se bírta a rossz szakalókat, és inkább eltűnt. Pedig milyen jó volt, hogy ő is titkokon csinálta a videókat. Szerettem nézni. Csak kell gyerekik! Ja, jó volt. Ha esetleg nézett bufla, akkor csak kell. Nem tudom. Ja, jó volt. De hát, gondolom ő se bírta a trollokat. De én már most már bírom. Na, sziasztok, én tényleg. Sziasztok.